több mint fél évszázada kezdődött. Akkor szántóföld volt itt. A Tisza sajó torkolatánál Kelet-Magyarországon. A Miskolc-Debrecen-Nyíregyháza alkotta háromszög közepén. Először egy széntüzelésű erőművet építettek ide az 50-es években. Kellett hozzá a Tisza vize és a közeli bányák tüzelőanyaga. No és az, hogy itt nem öntött ki az egyébként szeszélyes folyó. Megfelelőnek tűnt ez a táj embernek, iparnak egyaránt. Ezért aztán az 50-es évek második felében megszületett a gondolat. Egy vegyipari vállalatot is érdemes lenne ide telepíteni. Ez lett később a Tiszai vegyi kombinát, amely meghatározó szerepet játszott a település életében. Az erőmű üzemeltetése néhány száz embert kívánt, elegendő volt tehát egy kis lakótelep. Azonban újabb ipari üzemek létesültek, kellett a nagyobb lakótér is. A szántóföld helyén. Igen, ebből nőtt ki a mai Tiszaújváros. Tisza-Szederkény határáról van szó. Az ősi települést először 1268-ban említik a krónikák. Azután a török pusztítását követően hajdúk telepedtek le itt 1651-ben, Lórándfi Zsuzsannának köszönhetően. A 60-as, 70-es években gyors ütemű volt az ipar bővülése itt. A vegyi kombinátban festék és műtrágyagyártás folyt, és létrejöttek az első műanyag alapanyagokat készítő egységek, majd ezek feldolgozására a műanyaggyár. Nagy ugrást jelentett az úgynevezett olefin program, és az ennek kapcsán szintén ide telepített tiszai kőolajfinomító. Később megépült egy új gáz és olaj eltüzelésére alkalmas erőmű is. A TVK Magyarország vegyiparának zászlós hajója lett. Nagy érdemei voltak ebben Huszár Andornak, aki majd negyed századon keresztül vezette a kombinátot. Huszár Andor emlékét utca és emléktábla őrzi ma Tiszaújvárosban. Az akkori legmodernebb technológiát telepítették ide Nyugat-Európából, Japánból és az Egyesült Államokból, és a korszerűség követelménye máig ható parancs a TVK-ban. Az ipar bővülésével párhuzamosan egyre több emberre volt szükség, és a város a 60-as, 70-es években gyorsan nőtt. A Tisza-Szederkény határában létesült lakótelep egyre városiasabbá vált, és hivatalosan is annak nyilvánították 1966-ban. Jöttek a fiatalok az ország minden részéből. Egy kimutatás szerint 240 településről verbúválódott, a jó részt az átlagnál magasabban kvalifikált szakembergárda. Sokáig emlegették úgy, hogy a fiatalok városa. Megélhetéshez és lakáshoz jutottak pályakezdő párok. Ez vonzott ide sokakat, letelepedtek, és alkotják mindmáig a város alapító nemzedéket. ...1970-ben a pártállam vezetői Lenin nevét adták a településnek. A rendszerváltás után a megalakult önkormányzat első döntései között változtatta meg ezt, s lett a település Tiszaújváros. Tiszaújváros lakóit a kezdetektől az vezette, hogy a semmiből egészet építsenek. Így volt ez a nagyüzemeknél, és így a városban is. A szántóföldekből kinőtt a korszerű ipar, és épp így a város is, amelyben mindig megvolt az igazi várossá válás vágya, törekvése. Először a TVK próbált olyan szociális létesítményeket megvalósítani, amelyek ide vonzották és itt tartották az embereket. A kombinált sport és szabadidős beruházásai egy-egy gyárépítés költségei közé voltak bújtatva. Országos ismertségre tett szert például az akkor nyáron is működő műjégpálya.
már a 70-es és a 80-as években fokról fokra a város kezdte magára vállalni a szociális gondoskodás és a lakókomfort megteremtésének feladatait. De az igazi áttörést e tekintetben a rendszerváltás a valódi önkormányzatiság megjelenése hozta. Zökkenőmentes volt az átmenet, az önigazgatás ugyanakkor nagy energiákat szabadított fel. A 90-es és 2000-es évek Tiszaújváros számára dinamikus fejlődést hoztak. 1990-től 94-ig szabad demokrata többségű volt az önkormányzat. Ekkor kezdték meg a város központjának átépítését, alakították ki például a főteret. Az igazi nagy fejlődés azonban akkor indult, amikor szocialista többségű önkormányzatot választott Tiszaújváros. A szabaddemokratákkal koalícióban irányította az MSZP 1994-től a települést, s valóságos fejlődési robbanás alapját jelentette, amikor az üzemek privatizációja nyomán az önkormányzat kiharcolta, hogy a város is részesedjen a bevételből. A szocialista-liberális koalíció önkormányzatban meglévő döntő többség ellenére az ellenzékkel való konszenzusra törekedett, s ez ma is a társadalmi béke alapja Tiszaújvárosban. Ide csak messziről hallatszik az országos pártharcok zaja. ...140 hektáros ipari parkot hoztak létre teljes közművesítéssel. Kidolgozták a város idegenforgalmi koncepcióját. Közel van ide a Hortobágy, Tokaj-hegyalja, és természetes vonzerőt jelent a Tisza, a Tiszató csendje, nyugalma. Az idegenforgalom alapját ma már a szintén ekkor épített termálfürdő és gyógyászati centrum, illetve élményfürdő adja. Vize gyógyhatású, abból a föld alatti rétegből származik, ahonnan hajdúszoboszló aranya is. Közel-távolból jönnek ide pihenni belföldiek és külföldiek egyaránt. A mellette épült kemping nyáron lengyel, német és szlovák szótól hangos. Olyan sportközpontot építettek, amely egyedülálló az országban. Külföldi és hazai válogatottak edzőtáborozásának kedvelt helye, de természetesen a város sportéletét szolgálja elsősorban. Megújult a könyvtár és a kulturális központ is. 2000-ig 7 alapfokú iskola működött a városban. Sajnos a gyermeklétszám évről évre csökkent, ezért összevonták az oktatási intézményeket. Most egy nagy általános iskolai intézményen belül 6 tagiskolában és az országszerte elismert középiskolában tanulnak a tiszaújvárosi gyerekek. Az ésszerűsítés folyamatos. Legutóbb az iskolák és az intézmények szakmai feladatait választották külön, s alakították meg a városi intézményellátó szervezetet. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a lakók tájékoztatására. Médiacentrumot tart fenn helyi televízióval és újsággal. A majd 20 000 tiszaújvárosi mindegyikéhez eljutnak a közösség hírei. A rendszerváltást követően fellendült a hitélet is. Az önkormányzat anyagi erkölcsi támogatásával 3 templom is épült. A római és görögkatolikus, illetve a református. Ez utóbbiból 2 is van, hiszen Tiszaszederkény városrészben az egykori községnek már volt istentiszteleti helye.
Tiszaújvárosban széles körű a szociális gondoskodás. A születéstől az elmúlásig érzékelheti minden itt lakó, hogy a közösség nem hagyja magára. Az önkormányzat a fiatalokat anyagilag is tanulásra ösztönzi, de egyúttal arra is, hogy itt találják meg boldogulásukat. Ezért támogatja lakáshoz jutásukat. A 70-es, 80-as években Tiszaújváros a fiatalok településének számított. Volt idő, amikor 30 év körül mozgott az átlag életkor. Mindez mára megváltozott. A fiatal alapítók ma már nyugdíjasok. Az önkormányzat éppen ezért a 2000-es évek elejétől nagy figyelmet fordít erre a korosztályra. Kiemelten támogatja civil szervezetüket, segíti a református egyház által működtetett gondozóházat. 2008-ban elnyerték az Idősbarát önkormányzat címet, többek között azért, mert a városvezetői érdemben bevonják a nyugdíjas korosztályt a döntéshozatalba, számítanak véleményére és figyelembe veszik azt. Bár szerették volna, nincs kórház a városban, viszont ezen kívül teljes körű az egészségügyi ellátás. A rendelőintézetet 1,5 milliárd forintból újítják fel, amikor elkészül, kistérségi szerepet is betölt majd. A városban minden jelentősebb magyarországi áruházlánc jelen van. Különlegessége a pláza rendszerű piramis center, amelyet nemrégiben adtak át. Széleskörű és sokrétű Tiszaújváros vendéglátása. A település polgárosulásának jele, hogy egyre másra szaporodnak a közösségi együttlétre is alkalmas éttermek, cukrászdák. Tiszaújvárost gazdag sport és kulturális élet jellemzi. E tekintetben a 90-es évek vége óta kiemelkedik a triatlon nagyhét, amelynek során megszámlálhatatlan kulturális programot és tömegsport eseményt koronáz meg évről évre a triatlon világkupa. Hírnevet, rangot, identitás tudatot adott a sport és kultúra e szimbiózisa a tiszaújvárosiaknak. De nem csak ebben merül ki a sport és a kulturális élet, kiemelhető még a tavaszi fesztivál és városnapok eseménykavalkádja, a határon túli magyar színházak találkozója, vagy az adventi kulturális rendezvénysorozat. A város élsportja pedig, különösen a súlyemelés és a kajakkenu, világ és olimpiai bajnokokat és helyezetteket tart nyilván. Most is népszerű a kosárlabda és a foci, na meg természetesen a triatlon, s innen indult az Európa bajnok műkorcsolyázónő Sebestyén Júlia is. Az is jelzi a sportélet minőségét, hogy 1995-ben Tiszaújváros megkapta a Nemzeti Sportváros címet. Tiszaújvárosban jó élni. 10-ből 9 megállított járókelő ezt mondja. Hosszú út eredménye ez a mondat, de nagyon egyszerűen és jól kifejezi az itt lakók véleményét. Semmiből egészet.
ez jelenti Tiszaújvárost. Európai szintű kertvárosa, parkjai, köztéri alkotásai, a város külleme, rendezettsége, mind-mind annak a törekvésnek a része, hogy lakói itt érezzék otthon magukat, és úgy tudják fogadni vendégeiket, hogy büszkék lehessenek otthonukra.